Jó reggel! Kivételesen kisminkeltem magam, látjátok? Nézzétek, milyen szép! Havazott a... nem az éjjel, tegnap este. És megmutatom nektek, hogy milyen stár. Nagyon sok ember szeret itt lenni, mert ide jönnek a mindenféle sztárok, meg mit tudom én. De ha az ember megnézi, nem tudom, hogy mennyire fogjátok hallani, hogy mit mondok, mert hogy nagyon sok kocsi megy, meg mit tudom én. Ha az ember megnézi Google-ön, hogy hol van Gstaad, hangulatos hely mi, akkor látja, hogy Gstaad az csak egy utca, és semmi más, és tele van kisöregekkel. Mondjuk nincs semmi izém a kisöregek ellen, de azért mégiscsak, ha valaki egyedül van és szórakozni akar, inkább fiatalokkal szeretne szórakozni, mit nem mondjak. Ez a szálloda itt fönt. Itt, látjátok? Ott. Úgy néz ki, mint egy kastély. Az egy nagyon híres szálloda. Úgy hívják, hogy Gstaad Palace. Szálloda franciául, már mondtam, hotel. És hát... nous allons visiter Gstaad. Szóval... megnézzük, hogy milyen Gstaad. Visiter, azt nem így kell mondani, de mindegy. Milyen tök jó masinákkal... milyen büdös. Ja, ez is... ezt is meg akartam mutatni. Büdös, franciaul azt úgy kell mondani, hogy ça sent mauvais, ça sent mauvais. De úgy is mondhatjuk, vagyis úgy is mondjuk nagyon sokszor, hogy ça pue, ça pue. Látjátok ott fönt a szállodát? És ilyen ez az utca. És kivételesen nincs olyan hideg, mint múlt héten, mert múlt héten volt ilyen mínusz 17-ig. De most havazott, úgyhogy most már csak ilyen, mit tudom én, egy fok van. 0-1. Ilyen. Szép. Reggel van. Hogy kell azt mondani, hogy hangulatos? Szerettem ezt a szót magyarul, hogy hangulatos. Franciául úgy kell mondani, hogy y a de l'ambiance, azt hiszem. Nem is tudom pontosan, hogy tényleg így kell mondani. Nézzétek. Ott van megint az a szálloda. Szóval... kaparják a jeget, mert most már jeges mindenhol. Y a de l'ambiance. Il y a, van. De l'ambiance. De hát az nem is tényleg az, hogy hangulatos, mert ambiance az inkább, amikor elmész ilyen, mit tudom én, szórakozni valahova, és azt mondod, hogy wow, y a de l'ambiance. Jó hangulat van. Na mindegy, ez a videó ez egy kicsit izé lesz, mert mit nem mondjak, nem nagyon tudom, hogy miket tanítsak most így hirtelen, így reggel, amikor nézzük a kilátást. Ez itt, ez a híd. Nagyon szép híd különben. Franciául a hidat úgy hívják, hogy pont. De ez a híd, ez csak a vonatoknak való. És amikor egy híd csak a vonatoknak való, akkor úgy hívják, hogy pont ferroviaire. Pont ferroviaire. Pont ferroviaire. És... kaparják a jeget.
Ezt meg akartam mutatni. Hogy itt lehet látni, hogy milyen sízék vannak nyitva, meg mit tudom én. Ja, és azt is akartam mutatni, hogy ez a stát, ez itt van. Nem tudom, mennyire látjátok, meg mennyire nem, mert én nem látom, hogy mit filmezek. De ott van stát, 1050 méterre. Magasan van ez a stát. Szóval ezt a videót nem is nagyon azért csináltam, hogy hogy ma tanuljatok, most tanuljatok valamit, hanem inkább azért, hogy lássátok, hogy hogy néz ki ez a hely. Szóval így néz ki. Ez ott, látjátok? Ott az a vonatállomás. La gare, franciául. La gare, vonatállomás. Szóval az ott van. Vannak hegyek, szóval il y a des montagnes, vannak hegyek. Il y a des montagnes. Il y a des montagnes, vannak hegyek. Itt van például ott, nem tudom, hogy látjátok-e, ott. Mert alig látom, hogy mit mutatok a nap miatt. Szóval ott van egy templom. Il y a une église. Il y a une église. Il y a une église. Van egy templom. Szóval itt. Ott fönt. Úgy néz ki, mint egy kastély. Ott. Szóval van egy szálloda. Il y a un hôtel. Il y a, van, egy, un, hôtel. Hôtel. Van egy szálloda. Szóval ott fönt van. Jobban látjátok? Ott. És látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon szép kis hely, szép kis házakkal. Hát ilyen nagyon, nagyon drága hely, de szép, ilyen hangulatos. Azon kívül, hogy tényleg szép. Szóval nézzétek meg itt, hogy ez milyen szép. Ez nekem nagyon tetszik ez a hely. Itt van ez a kis tehén, elég vicces kis tehén, nem tudom mennyire látjátok, mennyire nem látom a nap miatt, hogy mit filmezek. Itt van megint ez a nagyon híres szálloda, nagyon, nagyon drága szálloda, inkább úgy kéne mondani. Ja, ez az étterem is tök jó, ez ilyen tipikus, szép, finomakat lehet ott tenni. Még akkor is, ha itt Svájcban minden drága. Tout est cher. Minden drága. Tout est cher. Tout est cher. Minden drága. Épp. Itt. Ez hogy van karácsonyra kidíszítve. Ja, meg azt a hegyet is megmutatom. Mert az is nagyon szép. Les montagnes. A hegyek. C'est très beau. Ez nagyon szép. Nem tudom, hogy ilyen messziről nem úgy néz ki, mint közelről. Szóval tudom, hogy mindig szebb, amikor közelebb van az ember. Mindegy, azért remélem, hogy élveztétek a hangulatot. Ilyen. Szóval... Ilyen a kilátás. Szép a kilátás. Még próbálok így úgy csinálni videókat, de hát ez nem tényleg francia lecke, szóval ez inkább mutatom, hogy milyen a környék. Nézzétek, milyen szép.
legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és majd nem sokára találkozunk. Sziasztok!